Ahogy az előbb is láttátok, egy új videóvágó dolgot szeretnék bemutatni, mármint nekem új, azaz gyakorlatilag tudni kell azt, hogy körülbelül egy hete ismerkedek vele, és nagyon megszerettem. Miért? Mert sok olyan tulajdonsága van, ami a KDN Live-nak megvan, de nem ilyen fejlett, vagy nem ilyen mértékben támogatja azokat a dolgokat, ami nekem, megint ismétlem, nekem fontosak. Nézzük is meg, milyen lehetőségeket ad ez az eszköz. Hát mit mond saját magáról? Elmondja, hogy ennyi N, illetve dekódoló eszköz van benne, gyakorlatilag bennünket igazából nem nagyon érdekel, hiszen az alap 4-5 formátumon kívül nagyon kicsi az esélye, hogy olyan file formátumot próbálunk belegyömöszölni ebbe a programba, ami hát bizony nincs az egyebekben. Azaz ez igazából jó dolog, de nem nagyon érdekes. A következő, hogy 8K támogatás van, ez nagyon jó, mert egyre jobban elterjednek a nagyobb, szebb és jobb minőségű monitorok, tévék és egyebek, kivetítők, azért nem rossz, hogyha ezt támogatja, illetve hozzá kell tennem, sok olyan, pár olyan videóvágó dolog van, ami ezt nem ismeri, vagy éppen az ingyenes verzióban nincs benne. Azért kellemetlen, hogyha valaki használ valamit és korlátokba ütközik. Plugin támogatottsága igen jó, multicam támogatottsága van, én nem használom. Ami érdekesebb lehet hozzávenni, nem fogok, olyan eszközöket, amivel könnyebben tudod vezérelni. A hardware támogatottsága jó, de ezt én még nem próbáltam ki, azaz igazából mondom, ismerkedek vele, hogy az én adott videokártyámat mennyire támogatja, mennyi lehetőségeket ad, hogy az rendereljen, vagy éppen nem fog rajta működni, az egyelőre a jövő zenéje. Ami számomra nagyon kényelmes, van olyan beállítás, ami a YouTube-ra alkalmatos méretet, minőséget és egyebet fogja nekem megcsinálni, azaz nem nekem kell állogatni, nem lesz hosszú YouTube feltöltési és ottani munka folyamat, azaz gyorsabban felkerülnek a videók, nem mint hogyha ez gond lett volna másnál is, de gyakorlatilag jó, támogatja a YouTube-ot is. 10 bites színmélységet támogatja, egyelőre erre nekem nincs szükségem. A mozgásos dolgokat nagyon-nagyon támogatja, nagyon kényelmesen lehet használni. Persze jó sokat kell gyakorolni, én is csak videó ismeretek alapján tudom, hogy ez kényelmes. A vágó egyéb dolgok fejlettek, ahogy előbb is olvashattátok, finoman fogalmaztam, hogy a tanulási görbe meredek. Na hát ez azt jelenti, hogy ez nem olyan, hogy leülsz, és azért intuitíven meg fogsz tanulni mindent, nem. Itt olvasni és videókat kell nézegetni. Én az első körben a beimportáljunk egy darab videófájt, amivel dolgozni szeretnénk, na hát abba ütköztem bele, hogy ez nem úgy működik el ráhúzogatásos módszerrel, vagy nekem nem sikerült úgy megoldani, ahogy a KDN Live-ba megszoktam, hogy ráhúzom a programra, és akkor meg is nyitja, nem. Hát ez nem így működik. Ami nagyon-nagyon-nagyon jó, élő előnézet van, és hozzáteszem, nem csak élő előnézet van, hanem az élő előnézethez kapsz különböző beállítású, vágási és egyéb funkciókat is. Ott is tudsz sok mindent megcsinálni, azaz nyilvánvalóan akár a vágó részben, ahol a hang és a videó és egyéb sávok vannak, akár itt is el tudod készíteni a számodra fontos és kényelmes beállításokat, jelöléseket, illetve vágásokat. Multiscreen, na hát ezzel levett a lábamról, majd meglátjátok, nem egy képernyőt kapunk, mint sok vágó eszközbe, hanem kapjuk azt, hogy minden külön ablakba fog megjelenni, azt te úgy méretezed, és oda paklászod, ahova tetszik. Itt hozzáteszem, hogy akinek tellik, és sokat akar videót vágni, és olyan a gépe, legalább 2 monitor kell, mert itt azért rengeteg eszközt ki fogunk nyitni, ki tudunk nyitni, rengeteg ablakot, 4-et, 5-öt, 6-ot, és ezek használata egy, mondjuk egy 15 szolos, jó, vicc volt, azért ilyesmi már nincs, de 17, 18, 19 szolos monitorok még vannak, na hát azon nem túl kényelmesek, azaz itt azért a 2 vagy 3 monitor, vagy jó nagy monitor, ami majdnem ugyanaz, bizony elvárás, hogyha valaki nagyon-nagyon sokat fog dolgozni, hozzáteszem, nyilván egyen is lehet, hiszen egyen is lehet vágni,
de kényelmetlenebb. Én a két monitoros megoldást szeretem. A keyframe support, aznak a keyframe-ek, tehát a kulcskockák támogatása nagyon jó. Nagyon jól lehet kulcskockázni, nagyon frankon összeállították ezt a dolgot. A klippekről majd beszélni fogunk, nagyon kényelmes 4K, meg egyéb proxy használata, ez is megadott. Amit említettem, illetve láttátok, hogy én az AppImage-et helyeztem előtérbe, és AppImage-el fogom bemutatni, de natív telepítésű dolgok is vannak, nyilván ahol nincs AppImage lehetőség, majdnem mindenhol van, ott nem fogod tudni ezt a fajta file formátumot használni, ott natívan is tudod telepíteni. Én azért kedvelem az AppImage-et, mert az a legfrissebb, nagyjából a legfrissebb, és nem vagyok kitéve annak, hogy mondjuk a Debianba, Ubuntuba, Fedorába, vagy az Archba, CentOS-be, vagy ami itt van FreeBSD-be, akkor az elkészítők, a disztribútorok, hát milyen lassan vagy gyorsan dolgoznak, és mi az elképzelésük, hogy egyéves vagy egynapos verziót szeretnének neked adni. Na, lényeg a lényeg, fel tudod telepíteni, fölrakod AppImage-be, aztán menni fog. És sok egyéb lehetőségek is vannak, gyakorlatilag azért volt ott alul majdnem minden diakockán, hogy ez agyon dokumentált, és van szöveg is, és van videó is, mert bizony, ha ide lelapoztok, akkor itt lehet látni, hogy különböző lehetőségek, dokumentumok, fórumok, egyebek vannak. Olvassátok el, nézzétek meg, tanuljatok, mert ezt mondom, ez nem annyi, hogy vágsz, aztán kész. Ez egy komoly, félprofi, profi beállítású, elgondolású és profiknak készült cuccot fogsz használni. Tehát itt azért jó, hogyha egy kicsit utána is nézegetünk, hogy mit, hogyan kell megtenni. Nem azt mondom, hogy nem lehet úgy megtanulni, hogy itt-ott kísérletezgetsz, de nem ez a fő út. Oké, ennyi volt a felvezető szöveg. Nézzük is meg, mi az, ami igazából az első pillanatban megfogott, és minimum ismerni kell ahhoz, hogy ne legyen neked nagy meglepetés az indulás. Vágjunk is bele! Indulás után nem kell meglepődni, valami ehhez hasonló képet fogsz kapni. Azaz olyan, mint a KDN Live alapbeállításánál, hogy a vágórészt, tehát a sávokat, az előnézetet, azt a boxot, ahol a megnyitott fájlok vannak, videók, audiók, egyebek, és ilyen szépen beosztva a monitoron, azt itt nem fogod megkapni. Ez nagyon kényelmes számomra. Miért? Mert úgy rendezem el a képernyőt, ahogy én akarom, mondjuk KD Live alatt is, de természetesen több megnyitott ablak fog megnyillani, amiket kicsinyíteni, nagyítani fogok tudni, azaz valóban azt fogom látni, és olyan méretben, olyan elrendezésben, ami számomra fontos. Azaz gyakorlatilag egy megszokott vágósávot kapunk, a megszokott ikonkákat és a műveleti dolgokat. Elég szépen összerakott, azaz gyakorlatilag meg fogunk találni az eddig megszokott eszközök közül mindet. De én első körben nem a vágósávokról és egyebekről szeretnék beszélni, hanem erről a kis bigyuszról. Ez bizony egy nagyon kényelmes dolog. Rákattintasz, és van manuál, HTML manuál, és egyéb különböző dolgok, amik jelen pillanatban nem kellenek. Azaz a manuált itt fogod elérni, mert én azt kerestem, hol van sugó. Itt lehet elérni a sugót, és nem valamelyik menüpontba, bár lehet, hogy valamelyik menüpontba is ott van, de innét kényelmesen a sugót el fogod érni. Nyilván internet elérés is kell hozzá, hiszen a honlapjukra dobja fel magát, és ott tudsz keresgélni. És megint megismétlem, itt a sugók, a manuálok olvasása nagyon fontos. Kettő dolgot szeretnék kiemelni. Magyar nincs, ami nem jelent nekünk gondot, mert a fordító programok, akár a Google, akár Deeply, azok nagyon-nagyon-nagyon szépen le fogják fordítani számodra azt az információt, ami fontos. Ha YouTube csatornára mész fel, egy pici angol, konyha angol, mondjuk 500 szó ismeretével, már az ottani dolgokat is megérted, mert vannak olyan videók, amelyik alatt zene megy, és nem beszél, mint ahogy én most beszélek, és adja elő a gondolatait, hanem ilyen kis kiírások vannak, hogy mit, hol és miképp kell csinálni, és szépen lépésenként bemutatják. Ez nagyon professzionális megoldás, akár
a színe GG-nek a sajátjai, akár pedig különböző embereknek a saját videói alapján nagyon szépen el fogunk tudni indulni. Oké, jó, van egy vágósávunk, hát ezt mindenki ismeri nagyjából. Én azt mondom, hogy lépjünk is tovább, hiszen az alapok, a minimális alapok megismerése a lényeg jelen pillanatban. A window, azaz az ablakokra kattintva kapunk egy legördülő menüt. A felső pár darab a lényeg jelen pillanatban. Természetesen, hogy mi micsoda, mutassa a nézegető ablakot. Megnyitunk egy nézegető ablakot, most nincs videó, amit éppen nézegetnénk, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak nézegetni, tehát megnézni tudod, mint mondjuk a KDN Live-ba a videó néző rész, nem a kész project néző, hanem a klip nézegető részbe, bizony, hogy csak meg tudod nézni, nagyjából ez így igaz, hanem különböző jelöléseket el tudsz végezni, illetve hogyha akarod, klippekre fel tudsz bontani egy videót, azaz már előfeldolgozni, előaprítani is tudod a dolgokat, és így természetesen már félkész állapotba hozhatsz egy hosszabb videót, azaz példa, ha van egy hosszabb videód, itt ki tudsz vágni belőle egy részt, és el tudod tenni a klippek közé. Oké, a következő ablak micsoda? Megnézed, és a forrásokat fogod megtalálni. A forrásokat. Ez eléggé trükkös, mert a legtöbb videószerkesztő úgy működik, hogy van egy box, amiben benne vannak a videók, meg a klippek, meg egyebek, meg van egy olyan box, amiben benne vannak micsodák, természetesen a effektusok, az átmenetek, meg egyéb ilyen dolgok. Nem, itt minden egybe van. Azaz, nyissunk is meg egy klipet, és próbáljunk meg vele valamit csinálni. Oda megyünk a médiához, és load file, azaz az O betű lenyomásával lehet betölteni. Ráhúzással ne próbálkozzatok meg, vagy nekem nem megy i3VM alatt, vagy éppen ezt így csinálták, nem is néztem utána, hogy lehet-e másképp. Csak az O betűvel tudod beimportálni a dolgokat. A táblázatból, illetve a legördülő panelből megkeressük a könyvtárat. Nálam standard a videók alatt vannak az összes vágandó, a projekthez tartozó dolgok, és beimportáljuk. Aupa, Szentisten, sok minden van itt. Első körben én azt mondom, hogy itt mindegyikre menj rá, azaz, van olyan lehetőség, hogy a jelenlegi projektet helyettesíted ezzel a videóval, amit kijelöltél. Van olyan, hogy beszúrod az adott helyre ezt a videót, vagy pedig a leges legvége az, hogy beteszed a médiák közé. Én ezt szoktam alkalmazni, ide rákattintunk, és természetesen a pipára, ha kijelöltük, és kész, pipa, és be is jön, rámegyünk. Rákattintunk, van egy előnézetű, ilyen jó durva előnézeti kis ablakocskánk, amivel szépen tudunk dolgozni, hogyha sok videó van, akkor nem ilyen kis töpörtyűbe kell nézegetni, hanem azért bele is tudunk nézni. A proxy, a klippek. A klippeket most nem fogom tudni bemutatni, már nem vágtam bele ide egy klippet, de a klip azt te készíted, tehát gyakorlatilag sok helyen a berakott videó, vagy akármilyen fájt hívják klipnek, már az is egy klip természetesen, de itt te saját magad az adott videókból kivágott részeket is be tudsz tenni a klipek közé, és azzal tudsz dolgozni. Azaz, hogyha a vágó részre akarsz húzni egy hosszú videó pici részét, akkor nem kell az egész videót ráhúzni, levágni az elejét, végét, hanem már az előre elkészített, az előbb a nézegető ablakba elkészített, villámgyorsan elkészíthető darabot fogod csak ráhúzni, azaz a klipet. Van különböző videó átmenetek, vannak audio átmenetek, nem sok, hozzáteszem, nem sok, alapesetben nem sok van, de ez bőven elegendő számunkra, hiszen mi nem videók közötti átmenetekkel akarjuk, szuper átmenetekkel feldobni a videónkat, ami videó, illetve audio átmenet van,
az természetesen nem hogy bőven, hanem még annál több lehetőséget is ad, mint amit normál esetben felhasználunk. Nem kellenek ezek a csicsás átmenetek, amik elvonják a figyelmet a témáról. Na jó, ennyi a mellébeszéd. Nézzük is meg, audio effektek, hát egy pár van. Na hát valljuk be, van egy pár audio effekt, és működnek is. Én azért is kedvelem ezt a rendszert, mert az audio vágás, az audio javítás és egyéb ilyen effektusok, amit én eddig az Audio City-vel végeztem el, itt alapszinten megoldható. Alapszinten, mert nyilvánvalóan nem vagyunk hangmérnökök, és nem az összes lehetőséget szeretnénk kihasználni. Nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van, hiszen hogyha ezt a csúszkát megpróbáljuk itt megfogni, akkor szépen elhúzzuk ide. Látható, van audio, illetve, hogy úgy mondjam, videó effektusból is van egy pár, amit tudunk használni. A keresésre kattintunk, itt azért keresni is tudunk, és ki tudjuk választani, ami számunkra fontos. Ismétlem, sok effektus van, sok lehetőség van, de azért nem kéne mindegyiket belerakosgatni. A videónkba, 5 perces videóba 200 effekt nem kell, véleményem szerint. Azaz, gyakorlatilag egy nagyon kényelmes és jól használható központi elosztó részt fogunk kapni, amit hogyha mi fogunk és leakasztunk innét, és rá is húzhatjuk a videót, illetve audiosávokat, az adott sávra látható, az összes audio sáv megjelenik. Sok videóvágó, és ez eléggé keserves, hogyha több sáv van, sok videóvágó azt csinálja, hogy egy sávval jeleníti meg a hangokat. Itt két sávba fog, 3, 4, 5, 6, 7, ahány sáv van, megjelenik. Látható, bár ez egy mondjuk egy perces videó, most hadd ne nézzem meg hány perces, itt fönt lehet látni 1 perc 6 másodperc környékében, rögtön az előnézeti képeket is megadja. Azaz, tegyük hozzá őszintén, azért igen gyorsan bevágta ide nekünk a proxy a képeket, tehát az előnézeti képeket, ahol elválnak a szakaszok, a különböző részek. Azért itt vágni nagyon-nagyon kényelmes lesz, ezt el is teszem, illetve becsukom, mert jelen pillanatban számunkra lényegtelen. Megnézzük a következő ablakot is, a Show Compositort. Ez bizony a Show Compositor egy vágó ablak, de nem a vágósávot használja, hanem menet közben tudsz elhelyezni keyframe-eket, tudsz vágni. Tehát itt nézheted a videót, nézzük is a videót, ahogy előjönnek a dolgok, látható. Szépen előjönnek a dolgok, utána gyakorlatilag tudunk vágni. Az, hogy le van vágva a keret, avval ne törődjetek, itt a méretbeli beállítással van probléma, mert nem ehhez a mérethez állítottam be a programot az előző vágásnál, inkább így mondom, nem ez a méret van, és nem ez a nagyobb file formátumot, illetve képformátumot használtam. Látod, ha valahol megállítod, akkor ott vágni is tudsz, és utána már a vágólapra úgy tudod rátenni, hogy azt a részt, amit kivágtál, illetve hogyha nagyon szeretnél elhelyezni kulcskockákat, és elhelyezed a második kulcskockát, ebből a részből mit tudsz csinálni, akár kivágod és beilleszted, akár klippet is tudsz készíteni vele, azaz a klip pakba be tudod helyezni ezeket a dolgokat. Itt a különböző maszkolások, egyebek, nagyítások, kicsinyítések, egyebeket tudod elvégezni, ha éppen szeretnéd. Tehát itt is tudsz vágni, ami nagyon kényelmes dolog, hiszen gyakorlatilag egy élőképet látsz, amit tudsz nagyítani, hogyha szeretnél, belenagyítani, effektusokat elhelyezni rá, hogyha szeretnéd azokat módosítani, azaz élőképként látod a dolgokat, és bizony nagyon-nagyon kényelmesen tudsz működni, akár maszkolni, akár egyéb dolgokat megtenni. Eger görgővel nagyítok, hát azért szépen bele tudok nagyítani, és esetleg egy-egy maszkot kényelmesen elhelyezni. Oké, nagyjából megismertük ezt a lehetőségeket is, természetesen a vágósávba, azaz a vágást itt is el tudod végezni. Látható az előbb elhelyezett két első és hátsó jelölő, az bizony itt is megjelent.
Szuper, nem? Mondjuk azt ki, hogy jól összerakott és kényelmesen használható. Hogyha te esetleg úgy szeretnéd, hogy kisebb ablakokat egymás mellé raksz, az nyilván a te rendszered fogja kezelni, és azt is meg tudod oldani, de számomra a legkényelmesebb ezek a füles megoldások, hogy tudok én ide-oda lépkedni i3 alatt. Nézzük is meg, milyen ablak van. Ezzel az ablakocskával tudod beállítani, hogy a vágósávon mi jelenjen meg. Mi jelenjen meg, ezek a csikok, meg azoknak a színeire oda kell figyelni, tehát itt ez az átúsztatásokat lehet megoldani. Ezt becsukom, és itt, hogyha elhelyezünk egy ilyen keyframe-et, és itt elhelyezünk egy keyframe-et valahol, megpróbálunk, igen, akkor tudod mozgatni. Tudod mozgatni? Tehát itt ezzel a mozdulattal, mivel megjegyeztem, hogy ez a ronda színű lila, ilyen elhalványítás, fade megoldás, lecsengetéses megoldás, ezt tudod alkalmazni nyilvánvalóan, ha a hangnál is tudunk, ha keyframe-eket elhelyezzük és megpróbáljuk, megfogjuk, akkor a hangot is lecsengetésre be tudjuk állítani, vagy felvezetésre be tudjuk állítani. Szuper! Gyakorlatilag ezzel a kettő megoldással, ami egy a hangra és a videóra, esetleg másik hangsáv, audiósáv, illetve videósávra alkalmazva az egyiket lecsengetjük, a másikat felvezetjük, és szuper hangokat, szuper átmeneteket átmenet nélkül is meg tudunk oldani, effektus nélkül is meg tudunk oldani. Tudják, hogy szeretik az emberek grafikusan látni a dolgokat, azt szeretik egérrel megoldani, hiszen videóvágást, hát billentyűzetről is meg lehet oldani, de maradjunk abba az elgondolásból, hogy a legtöbben azért mégiscsak hát normál billentyű mellett, normál egér mellett dolgozunk, és nem megfelelő ehhez készült eszközökkel, azaz szépen megcsinálhatjuk ezeket a dolgokat is. A level a szinteket, hangerő szinteket, egyéb szinteket lehet előkeríteni, nyilvánvalóan ez nem teljes méretbe szoktuk teljes ablakban nézegetni, hanem összenyomva is akkor valahol oldalt a hangerő meg egyéb szinteket nézegetni. Azaz gyakorlatilag elmondható, hogy egy kényelmesen használható eszközt kaptunk, aminél viszonylag intuitíven kijelölöm, megnyomom a Del gombot, eltűnik. Na hát ennél egyszerűbb, valami sávból kivágunk valami témát, nem fogsz tudni kitalálni, mert ennél egyszerűbb nincs a világon, legalábbis véleményem szerint, és az, hogy tudod mozgatni a sávokat, erre azért figyeljetek, itt nincsenek összeragasztva a videó és az audio sávok, alapból természetesen a kijelölöd mind a hármat, mert itt három van, akkor együtt is tudod mozgatni, de az első meglepetésem az volt, hogy vágtam, tehát elvágtam valamit így, és utána mozgattam a videót, és ott maradt az audiósáv, ahogy az előbb is lehetett látni, ott marad az audiósáv. Ops, hát erre azért oda kell figyelni, de ezt meg lehet szokni. Azért is mondtam, és mondom most is, hogy egy kicsit bele kell tanulni, itt azért meredek a megismerési tanulási görbe, de hát ez nem jelent gondot. Szerintem ennyit szerettem volna mai nap elmondani, nem technikai részek voltak, csak az ablakok típusát szerettem volna bemutatni, hogy bizony ezeket lehet használni, lehet ezekkel vágni, lehet ezekkel dolgozni, és így tudod előkeríteni, előcsalogatni azokat az ablak típusokat, ami esetleg mondjuk a KDN Live-nál egy ablakban van, egy keretbe van foglalva, na hát itt nem, itt magad rakosgatod össze azokat a méretezett dolgokat, amit te szeretnél, és ahogy te szeretnéd, hiszen az előbb is láttátok. Mit láttatok? Természetesen azt láttátok, hogy egy ablakot összenyomtam picire, elegendő volt, és abból át tudtam húzni a videót a vágósávra, és tudtuk használni, szóval pár dolgot megmutattam vele. Köszi szépen, sziasztok!